Mehetünk? Tehát ennek a vérnarasnak van egy ilyen nagyon rövid szezonja, ugyanis az olaszok vagy a spanyoloknál van egyedül, vérnarancs, és mindig van egy szezonja, tehát ebben az egy hónapban kell nagyjából megvenni, és az egész évre, vagy az egész fagyi szezonra való mennyiséget akkor kell elkészíteni. És hát onnan ilyenkor hol lehet tárolni? Van egy ilyen frankó fagyasztókamra. Hát nem olyan sok, 3-4 mázsa nagyjából. Ugye, hát készítünk olyan 70-80 fagyit nyáron, és ez egy íz a többi közül, úgyhogy rá kell készülni. Tehát, hogyha májusban elfogy, akkor ennyi. És tovább. Ja, akkor ennyi volt. Akkor ennyi volt, igen. És ez nem volt egy igazad értelmencs között? Volt, az már harmadik éve van, és ugye mindig azt hiszem, hogy ez elég lesz ez a mennyiség, amennyit elteszünk, és mindig olyan július-augusztus környékén rájövök, hogy még egy 50 kiló kellett volna. Úgyhogy tavaly volt olyan 2 mázsa körül, 2,5 mázsa. Úgyhogy most olyan kicsit 300 kiló fölött vettünk, úgyhogy hát meglátjuk, meddig tart ki. Úgy hallottam, hogy nem vagy akkora jégkorong szurkoló még. De várjál, a srácok nálunk, aki a cukrászdában dolgoznak, igen? Nálunk srácok, azok viszont fanatikusok. Tehát mennek utána, mennek veletek a busszal. Igen. Na, ezt örülöm, biztos, hogy megismered a Rolandot. Nagyon magas srác. Valószínű. Tehát ott ő ülve is szerintem a kilátó fölött kilát. Ő hokizottam? Vagy nem, nincs hokis? Ez nem szitok szó, hogy hoki? Nem. Én úgy tudom, nekem van egy ismerősöm, aki ezzel szokott poénkodni, hogy a jégkorongosoknak nem szabad azt mondani, hogy hoki. Hát de az angol szóból jered. De tudod miért? Ezért. Aztán általában olyan társaságban, amikor a nincsen jégkoronghoz közeli ember, és valaki a hoki szót használja, és aztán röhögésbe fúl a dolog, akkor általában szoktuk mondani, hogy inkább jégkorongra. Inkább jégkorong, igen. Ne legyen komolytalan a beszélgetés, de amúgy a haki szóból, ahol így magyarosodott, úgyhogy... Na, és a srácok, ők rendszeresen mennek, és hát szoktak kimenni osztrákokhoz. Így van. Ja, többször is. Úgyhogy néha mondom, hogy az én nagy bánatomra, mert sokszor úgy kérik a szabadnapot, amikor a legnagyobb meló van. Úgyhogy akkor nem tudom, mit mondjak rá, de hát mindegy, melyet a figyelni, hogyha hobbi, meg szeretik, akkor persze csinálják, ugye. Nem csak munkából áll az élet. Tehát néha a hobbinak is, meg a passziónak is kell időt szentelni. Akkor itt el, menjünk erre, igen. Hát igen, ez az időszak, amikor nehéz eltalálni, hogy merre, hogy jársz jobban. Nagyon szuper, és nekünk ugye a Skoda által szponzorált autókat kapjuk. Ezek az autók, ezek most már, ez jó technika, ez már jó technika. Ez szerintem ugyanazt tudja, mint bármelyik német. Megkockáztatom, biztos vagy benne, hogy szóval a modell, tényleg egy megfunkciót is az előbb megnéztünk rajta, és hát kit van varázsolni a térképet a kormány elé. Tényleg itt is van egy, olyan szinten modern már egy, és valószínűleg most ezért le fogok szúrni, hogy azt mondom, hogy már egy Skoda is olyan szinten modern, hogy... Ne, de ez nem rossz értelme, hogy az azt látszik, hogy nagyon sokat fejlődtek. Ami viszont első pillanattól brutál volt ez az autó mindig, és az mekkora csomagtartója van. Igen, hatalmas. Tehát az a láda, amivel most viszik a fagyikat, az más csomagtartóba úgy berakod, és akkor a kalaptartó fönn akad. Itt meg lötyög benne. Itt meg igen, simán kapja, szóval még egy. Na, nagyon komoly. Szép autó. Figyelj, mert besárulunk. Bár nem érdekes, nem neked jön a szemben, ne? Ez így van, pont ezt mondtam én is, hogy most lehet száguldozni már rá. A magyar e-sport már mindig ezt szokott a bökkenő lenni. Hogy nézem a kézilabdába, a fociba, általában azért szoktak a sérülések lenni, mert tehát a regenerációt nem tudják, vagy nem jut rá idő, vagy esetleg lehet, hogy szakember nincs hozzá ki, aki jól elmagyarázza. Most már ott tart a jégkorong is, és biztos vagyok benne, hogy több sport is, de tényleg most már azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból 100%-os módon van ránk figyelve, van egyenlőtt jegyzőnk, tényleg masszőrök, gyúrók, orvosok is táv, úgyhogy
pontosan tudja, hogy milyen rehabilitáció, megelőzés nagyon fontos, hogy tényleg tudja azt a játékos, hogy a adott testrészével mit csináljon, hogy elkerülje a sérülést, az tényleg az elsődleges. De most már szerintem olyan fejlett a hoki is itt van, hogy tényleg abszolút professzionálisan vagyunk felkészítve a meccsekre és az edzésekre, úgyhogy tényleg meg már a játékosok is annyit ugye azért a közösségi média, tényleg már akármilyen az interneten hozzá lehet térni, hogy akarottan magát is tudja az ember idézőjelbe fejleszteni, gyógyítani, tényleg tudjuk azt, hogy mik a legmodernebb módszerek az, hogy sérüléseket elkerüljünk, vagy esetleg kondicionális edzésekben, de tényleg a csapat abszolút felszerelt mindenféle. Hát ugye tehát sokkal nagyobb az igénybevétel most már. Emlékszem, én a fociban szoktuk ugye általában ezzel példálozni, mert az van inkább jobban szem előtt, hogy a Puskásik idejében éves szinten olyan, mit is mondtok, olyan 30-40 meccset játszottak? Sőt, még lehet, hogy nem is volt 30 sem. Játszottak annyit. Lehet, hogy inkább 25 volt, és a mostani élvonalbeli csapatok, tehát a top, a BLS csapatok, ezek ilyen 40-eket, 50-eket csinálnak. Tehát azt épésszel felfogni, hogy ez micsoda igénybevétel. Szerintem egy halandó ember, aki nem sportol komolyabban, az el se tudja képzelni. Ugye csak annyit látnak belőletek sportolókból, hogy fölmentek a jégre, és akkor fél órát, 20 percet, egy órát, és akkor azt mondják, hogy akkor persze csak az egész heti munkát, a felkészülést nem látják hozzá. Persze, hát és akkor, hogyha már meccszámnál tartunk, most gondoljunk bele, hogy nekünk is egy szezonban, ha nem számoljuk a válogatott meccseket, itthon is 50-60-70 meccset játszik egy játékos egy szezonban. És akkor nem is beszélve arról, hogy most mi Európáról beszélünk, Amerikában játszottam 4 évet, és ott csak az alapszakasz 72 meccses, ahol én játszottam. És még onnan olyan egyszer, szóval 100 körüli meccseket játszottam. 100, akkor gyakorlatilag durván 3 naponta. Durván 3 kicsit naponta. Ha, tehát heti 2, heti 2, heti 2 heti 2 minimum, kettő, de kettő. Ugye sűrűbb nálunk, mit tudom én, a szezon az szeptember közepén kezdődik, és tart, amíg ugye benne részt vesz. Ja, várjál, van egy időszak, amikor nincs, van, ez egy hónap? Augusztus 1-én kezdődik a felkészülés, a bajnokság szeptember közepétől, tehát akkor március végéig tart, április elejéig, szóval abban az időszakban akkor játszik akkor ennyi meccset, és aztán a nyáron nincsen, ugye, szóval... Akkor viszont amikor van, akkor meg nagyon sok. Hónap az, amikor ez heti 3. Nálunk is úgy van amúgy, hogy kett péntek vasárnap, ugye, és az osztrák bajnokságban játszunk, úgyhogy ez kett péntek vasárnap fixen van meccs. De meg is olyan vagy, mint egy vendéglátós. Ha a hétvégéd az kuka mindig. Az így van, így aha, van, így jó. Van. Ugye nálunk is ez van, hogy a vendéglátásban ugye azt mondják, hogy ugye nekünk is azt mondták, hogy könnyű neked, mert cukrászdád van, meg egyebek, és mindig rendszeresen megkapom, de van az, hogy szombat-vasárnap dolgozok, az senkit nem zavar, tudod? Így van. Amikor más lent nyomja a Balatonon, vitatkozik igen rajta, hogy hova tegye a törölközőjét, akkor mi a saját izzadságunkba fürdünk, hát ennyi, tehát ezt nem látja senki. Igen, igen, ezt tudom. Ja, hát akkor ugyanez van nálatok is. Van. Azt nem is tudtam, hogy egy így megy. Tehát, nagyon, az... hát a jégkorongban nagyon-nagyon sok, már szóba is jöttem úgy a tengeren túlon, hogy talán túl erőltetett mellett ez a... Hát most több sportágban is mondja. Ők ráadásul az NHL-ben 82 alapszakasz meccset játszanak, ez tényleg ráadásul októberben kezdődik a bajnokság, és tovább tart, de tényleg ilyen 3-4 meccset játszanak a héten. Úgyhogy nekem is volt olyan Amerikában, és hogy 6-7 nap alatt 4 meccsünk volt. És nem mindegy, hogy hány éves korba kezdik, mert hogyha már gyerekként elkezded, és már ott megvannak ezek a brutális óraszámok, akkor már az ízületek, meg minden már onnan igénybe van véve. Bár hát, biztos hozzáerősödik valamilyen szinten, de hogy kiég? Tehát, hogy mire mondjuk jégkorongba, hokiba, meddig lehet eredményesen szerepelni, vagy mi az az időpont, amikor visszavonul valaki? Hát ez azt mondják, hogy függ az embernek a szervezetétől, hogy nem meddig engedi a test magát gyűrni. Én azt mondom, hogy az ideális az, hogyha valaki 30-35, akár 40 éves koráig el tud játszani, akkor az szerencsés is, és azt gondolom, hogy de hát valószínűleg a realitása is.
van, aki már 20 pár évesen abba kell, hogy hagyja a sérülés miatt, de szerintem átlagban 30 és 35 között mindenki. Ez nagyjából akkor minden sportban így van. Igen. Általában úgy van, hogy a 35 éves sportul az már lassú, viszont iszonyatosan ott van fejben. Tehát két lépéssel előtte jár a fiatal játékosnak. Ez szokott lenni általában. És ugye ezért szokták megbecsülni az öreg játékost. Ez így van. És osztják be ugye az erejét, mert ugye fizikailag nem bírja, viszont két lépéssel már viszont már lehet látni, hogy tényleg a többi sportban és nem csak egyik koromban olyan szinten fejlődnek a fiatalok, hogy már 16-17-18 évesek olyan szinten jégkorongoznak, ami azt gondolom, hogy előtte elképzelhetetlen volt számomra. Szóval a felkészítésük a játékosoknak ilyen korban is annyira éretten csöppennek bele a felnőtt jégkorongba, de tényleg akármilyen sport, tehát lehet, hogy fociba is tényleg fiatal srácok tudnak meccsemberek lenni. Attól függetlenül az öreg rutinra is szükség van, de tényleg a fiatalok már annyira jól fel vannak készítve, és aztán a fiatal szervezettel nehéz egy idősebbnek versenybe szállni. Szoboszlai Dominikot ismered? Hát hallottam róla. Tehát valamennyire, hát én se személyesen én sem, de... vagyok, igen. Tehát Fehérvárnak a nagy reménysége, illetve hát a magyar focinak. Látod szabadugásukni azt a srácot? Láttam. És hallottam, hogy a... Nem tudom, hogy jól tudom. Olyan a lába a gyereknek, mint amilyen a dzsuzsáknak volt a csúcskorában. Ugyanaz. Igen, hallottam róla. Én nagyon szurkolok neki. És mivel, hogy tehát az édesapja egy nagyon tudatosan építkező ember, ez ugye annak idején a csapatot, ahonnan ugye ő indult ifiként, az a csapatot miatta alapították gyakorlatilag, vagy részben miatta, és rá lett felépítve az egész mutatvány. Borzasztó komolyan vették, és nulla, tehát 6-7 éves korától a kisrácra épült fel az egész, és az egész család nagyon-nagyon komolyan vett a dolgot. Most kint van, igaz, valahol Salzburg, én is azt hiszem, hogy jól hiszen nem akarok butaságot mondani, de ott van. És ha jól tudom, most elég nagy csapatok érdeklődnek utána, de viszont az apukája nagyon okosan csinálja, meg a menedzsere, hogy hiába keresik egyre többször a nagy csapatok, nem adta ki a gyereket, mert inkább legyen egy közepes szintű nyugati csapatnak, tehát Ausztriában egy csúcs csapatnak. Játszon, játék rutin. Tehát itt is nálatok is szerintem, hogyha mondjuk valaki innen tőletek, vagy egy fiatal srác kikerülne mondjuk Kanada. Ugye Kanada a jégkorongban csúcs, nem? Kanada, Amerika, Svédország, Finnország azért van. Na de jó, de a legnagyobb pénzt a Kanadában, Amerikába keresik, nem? Hát igen. Tehát oda szeretném mindenki kikerülni. Tehát az a spanyol liga, tehát a focinak a megfelelője. Na, tehát hogyha oda bedobnának valakit, itt a fehérvári srácok közül, akkor ott nem biztos, hogy meg tudná állni a helyét. Előbb itt kellene megerősödni. Főleg ő nagyon jó helyen van. Én is voltam a Red Bullnál 2 évig hokiztam, és tudom, hogy ott a focinál is mi vagy. Itt forduljunk majd be. Jó, tehát? Aha, meg van behajtás engedélyed. Egy helyen van az akadémia tulajdonképpen. Úgyhogy a Red Bullnál Salzburgban iszonyatosan oda figyelnek a utánpótlás játékosoknak a képzésére. Úgyhogy ott valószínűleg nagyon jó helyen van. Nem tudom, hogy mi ott. Hát most már felnőtt csapatban játszik a srác. De hogy azt akartam pont kérdezni, hogy utánpótlásként került ki úgy, oda? Úgy. Hát itthon Magyarországon, ha jól emlékszem, vagy jól tudom, akkor az MTK-ba talán egy fél évet játszhatott. Úgyhogy nagyon hamar kikerült. Aha. Tehát nagyon hamar tovább léptek. Valószínűleg ez a szerencséje. Funkció is. Ja, töltő? De érintős. Szerintem csak ide teszed a telefonot. Hát tőle, mondhattad volna előbb, mert 68%-on vagyok. Jó, mindegy. Ismertető lett volna, hogy el kellett felmondanom. Na. Csoda leállni? Hát amennyire tudsz menni a végére. Az én attól lesz, hogy nem tudjuk. Ez mondani ott. Hát figyelj, mindjárt maga is nézzük, hogy mit hoztunk, jó? Én a vérnagyon csak nézve, hogy nagyon rendben van. Annyira jó sikerült venni, annyira jó színe van. Hála Isten, nagyon komoly kis alapanyagunk volt. 3 vagy 4 helyről sikerült beszerezni.
több nagy kereskedővel is kapcsolatban vagyok, akik egyből az olaszoktól hozzák. Parádés, olyan gyönyörű árut hoztak, úgyhogy hát egész nyáron, hogyha nem tudom, hogy szoktok-e jönni a városba, vagy persze, nézzétek meg. Na, kapjuk ki akkor a fagyit.